Sziasztok! A mai vendégünk Elemér, a denevér. Nézzétek csak, meg van neki két lába, van két szárnya, tud repülni, akkor legy madár? Nem, a denevér nem madár, hanem emlős. Tolla helyett szőre van, csőre helyett pedig külön orra és szája van. A szájában tűhegyes kis fogacskák ülnek, mert Elemér egy rovarevő denevér. Ha Magyarországon kirándulni mentek és denevérrel találkoztok, az csak rovarevő denevér lehet, nem kell félni tőle, nem szívja ki senkinek a vérét, sőt, nagyon hasznos állat, például rengeteg szúnyogot megeszik. Mikor szoktunk denevérrel találkozni, nappal vagy éjszaka? Éjszaka a denevér éjjeli állat, és télen szoktunk denevért látni? Nem, mert télen a denevér nem talál magának ennivalót, nem röpülnek olyankor a rovarok, ezért téli álmot alszik. Egy barlangban, vagy egy padláson felkapaszkodik valahova, és téli álmot alszik. Nézzük meg, hogy mit ír Schmittegon ebben a szuper kis könyvben, amit a múltkor már mutattam nektek, a denevérekről. Sajnos a legkülönbözőbb okok miatt sokan félnek, vagy saját szavaik szerint írtóznak ezektől a teljesen ártalmatlan bőrszárnyú rovarpusztítóktól. Az egyik ilyen gyakran hangoztatott aggály, hogy a denevérek az ember hajába akadhatnak. Nem tudom, honnét származik ez a hiedelem, de az biztos, hogy minden alapot nélkülöz. A denevérek ugyanis az emberi fül számára észlelhetetlen, 30-60 ezer rezgés számú ultrahangokat bocsátanak ki, amelyek visszaverődnek az útjukba kerülő tárgyakról, felületekről. Az érzékeny hallószervükkel felfogott hangok alapján pontos képük van az eléjük kerülő akadályokról, vagy éppen zsákmányról. Pontosan bemérik a közelükbe kerülő szúnyogokat, éjjel repülő lepkéket és bogarakat, radarjuk segítségével követik, majd zsákmányul ejtik őket. Érzékelik tehát az emberi hajszálakat is, és még egy szűk folyosón is kikerülik az arra haladókat. Erről annak idején saját tapasztalatból is meggyőződhettem. Az 50-es évek végén a dobogókő közelében lévő szópláki ördögjú barlangban minden évben több ezer denevér telelt. Úgy csüngtek a sziklamennyezeten, mint valami óriási méraj. A Természettudományi Múzeum munkatársai évente egyszer, általában januárban, karbid lámpával a nyakukban leereszkedtek a barlangba, hogy jelöljék, gyűrűzzék a telelő állatokat. A denevérek ezt az évi egyszeri zavarást nem vették rossz néven, minden ősszel visszatértek a gyűrűk tanúsága szerint, még a szomszéd országból, Szlovákiából is érkeztek bőrszárnyú vendégek. Két barlang van a mélyben, mindkettőben tanyáztak denevérek, de a mélyebben fekvő kisebb üreget csak egy alacsony és szűk, omladékos folyosón át lehetett megközelíteni. Négy kézláb, néha hason csúszva jutottunk át, közben folyamatosan éreztük a felettünk suhanó denevérek szárcsapásait. Éppen csak annyi helyünk maradt, hogy repülhessenek, de bár arcunkat érte a bőrszárnyai keltette légáramlás, soha egyetlen denevér sem ragadta hajunk közé. És most nézzük meg, hogy melyek azok a denevérek, akikkel Schmittegon szerint a keltekben is találkozhatunk. Az első a közönséges kései denevér, a második a rőt korai denevér, a harmadik a közönséges törpe denevér, a negyedik pedig a szürke, hosszú fülű denevér. Remélem, hogy tetszettek nektek. Mi most már Elemérrel elköszönünk. Vigyázzatok denevérekre, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!